Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kocsis János a szakmai munka első számú felelőse Kisvárdán. Megvan az első győzelem, 105-87-re verték a Veszprémet a Kékcápák. Megtalált góllövőcipő 5-1-re nyert a Szegléd ellen a Sényi futballcsapat. 89-63-ra múlt a felül a nyitányon az Elte Fortis a nyíregyházi kosársuli. Jól felszerelt edzőterem, úgy otthonba költözött a Nyírbátori Karate Klub. A kiemelt bajnokságban szerepel az NKK 5-ös kadett csapata. Házon belül oldotta meg a távozó mérőszalászó pótlását a kisvárdai futballcsapat. December végéig Kocsis János a szakmai munka első számú felelőse, és visszatért a stábba Dajka László is. Az elmúlt időszakban láttuk, hogy ha idehoztunk egy edzőt, az elején azért tartotta magát a megbeszéltekhez, majd későbbiek során a saját arculatára, elképzelésére próbálta formálni a csapatot. Nekünk pedig határozott elképzelésünk van arról, hogy minek klubot kell építenünk, és a klubnak a filozófiájának kell érvényesülni. Az ismert adatok alapján az elmúlt időszakban az utánpótlásaink, akik már az NB1-ben szerepelnek, látszik, hogy milyen fejlődésen mentek keresztül, milyen eredményeink vannak. Ez köszönhető egy speciális programnak, amelyet elindultunk 6 éve, és tartjuk magunkat hozzá a mai napig minden korosztálynál. Mi első-második helyen vagyunk minden 15 év alatti csapatnál, és hát bízom benne, hogy 4-5 éven belül ezek a játékosok a felnőttben is továbbvívva a mostani sikerszériájukat be tudnak mutatkozni. Hát tulajdonképpen egy olyan elképzelés vetődött fel most bennünk, hogy azok a játékosok, akik a saját utánpótlásunkban pallérozódnak, azonos edzést láthassanak fönt, azonos gondolkodású edzők legyenek mindkét helyen az akadémiánál, illetve a felnőtt csapatnál is. Ez egy olyan erőt és egységet mutathat a klub irányába, amely ugyan megvan nagyon sok külföldi partnerklubunknál is, adott esetben, amelyeknél már voltam szakmai látogatáson, kevésbé jellemző ez Magyarországon, de a jövő ez egy ilyen kis klubnál, ahol nem elsősorban a felnőtt csapatnak az Európa Ligás Bajnokok Ligája helyezésre kell fókuszálni, a fenntarthatóság, a hosszú távú stratégia az elsődleges, de természetesen az eredményességet is figyelembe kell venni, nem lehet oly mértékű fiatalitást végezni, hogy az megkockáztat akár az NB1-ben való bemaradásunkat, de ugyanakkor az irányvonalat látni kell. Mi emellett elkötelezettek vagyunk, minden egyes kollégánk minden nap ezért dolgozik, és most megérett az idő arra, hogy azok a kollégák, akik velem vannak már a korábbi időktől, akár 6-7 éve is, és az edzői időszakom alatt is végig ott voltak mellettem, látták, hogyan dolgozunk, milyen döntéseket hozzuk, élesbe is megméretessék magukat, és én úgy érzem, hogy a Jani korábbi beugrásai feljogosítják őt arra, hogy irányítassa egyedül a csapatot, és nőjenek föl mellé a kollégák, a Bodnár Laci, az Erős Gabi, a Dajka Laci pedig egy kettős kapocsként, vagy kapocsként a kettősséget, az utánpótlást, illetve a felnőttet fogja képviselni, és a köztük való átmenetet. Tehát ez sokkal életszerűbb, sokkal gyakorlatiasabb megoldást tesz lehetővé. Az eredményesség meg reméljük, hogy megmarad a korábbiakat hasonlóan. Ugye lehet látni, hogy nagyon szoros, kiegyenlített a mezőny az NB1-ben. Adhat-e ez a váltás egy olyan lökés, hogy a hátralévő meccseken mentálisan is erősebb csapat lép majd pályára? A második fél idő alapján azt láttam, hogy a mentalitásunkkal nem volt probléma, ellenben a korábbi hárommal, még hogyha szép mérkőzéseket is játszottunk ki, talán a Ferencvárosnál mondhatjuk, hogy helyzeteink is voltak, de a játék engem nem nyűgözött le akkor is. Tehát jelentős felfogásbeli különbség van, vagy volt az akkor és a mostani, már bizonyára a szombaton mutatott játékunkhoz képest is. Ugyanis én nem nagyon szeretem, ha saját térfelünkön vakon védekezünk, és hosszú labdákkal lőjük az ellenfél mögé a labdát, és esetleges kontrákat vezetünk, nincsen tudatos felépített játék, nincsen kombináció, nincsen dominancia, amely az egyik meghatározó pillére a filozófiánknak. Tulajdonképpen az az irányító készség, ami megvolt a tavasszal, az teljesen elveszett. Az utóbbi idő eredményei alapján pedig ugye 3 vereség, egy döntetlen, amelyet meg lehetett volna ugye nyerni, de bravúrnak számít az egy pont is a első fél idő alapján. Azt kell mondjam, hogy egy lejtőn voltunk, amelyet meg kellett állítanunk.
És a fejlődés, ami a legfontosabb, amit szem előtt tartunk, az egyértelműen a dominancia után érhető tettem. Mindig többnek kellene a játékosoknak, a csapatrészeknek, az együttes csapatnak. A védekezésből, aki csak ezt csinálja, az csak a túlélési harcon, mi nem akarunk túlélni. Ha kiesünk, akkor is szép játékkal fogunk kiesni, ezt már korábban is elmondtam. Az elemérnél is hasonló volt az elképzelésünk ugye korábban, és az élet mégis minket igazolt. Mi hosszú távú elképzelés koncepció alapján dolgozunk, és ez minden felülír, még akkor is, hogyha néhány embernek ez nem szimpatikus. December végéig te vagy az első számú felelős a szakmai munkának, a csapatnál korábban is a stábtagja voltál. Milyen változásokat látsz legfontosabbnak eszközölni ahhoz, hogy eredményesebb legyen a korábbi, de legalábbis az elmúlt 4 meccsben innen a szereplés? Nagyon fontosnak tartom, hogy óriási változások azért ne történjenek, mivel az nem gondolom, hogy jót tenne a csapatjátékunknak sem, de viszont néhány dolgon változtatnunk kell, ez esetleg a felfogásunk, esetleg egy nagyobb labdabirtoklás, egy hatékonyabb dominancia, több gólhelyzet kialakítása, és mindenféleképpen olyan dolgokat egy picit visszacsempészni a játékunkba, amik az elmúlt időszakban jellemzőek voltak ránk. De azt gondolom, ez nem fog menni egyik pillanatra a másikra, tehát fontos, hogy fokozatosan történjen meg, és legyen meg az átmenet. Következő meccs Kaposváron, újonc otthonában, idegenben, de egy nem rosszul szereplő csapat otthonában, milyen meccsre lehet számítani? Ebben a 12 csapatos NB1-ben minden mérkőzés nagyon nehéz, ezt tőlem sokkal okosabbak is elmondtak már előttem, úgyhogy mi se számítunk könnyű mérkőzésre. Nagyon fontos, hogy pozíciónkat tudjuk tartani, hogy a mögöttünk lévő csapatokat esetleg le tudjuk rázni, ahhoz nagyon fontos a 3 pont. Ennek szellemébe készültünk egész héten, illetve a megelőző héten is mi volt szünet volt, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az elmúlt 2 hétben gyakorolt dolgok vissza fognak köszönni, és 3 pontot tudunk szerezni. Megszerezte első bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kétszápák 105-87-re verték a Veszprémet. Egész múlt héten ezen dolgoztunk, hogy erre a meccsre készültünk. Azt kértem a fiúktól, hogy nagyon agresszívan védekezzenek, a palánk alatti játékokat próbálják megadályozni, illetve a kinti dobásaikat. Hát úgy gondolom, hogy kisikerült, és azt szerettem volna én a fiúktól, hogy ne kapjunk 100 pontnál többet, hiszen az első 2 mérkőzésen 105 pont volt az átlaga ennek a Veszprémnek. Úgyhogy ugyanom sikerült hazai pályán ezt megoldani. 3/4 szoros volt a mérkőzés, felváltva vezetek a csapatok, gondoltad volna a 4/4 elején, hogy végül ekkora lesz a különbség? Hát én már láttam a csapatot az első negyedben, hogy nagyon akarja ezt a győzelmet. Az biztos volt, hogy kondícióban jól fogjuk bírni ezt a mérkőzést, és látszott, hogy a végén át tudtuk venni a vezetését, már meg tudtuk tartani, illetve növelni tudtuk még 20 pontra is, hogy gratulálok a fiúknak. Átszakított esetleg valami lelkig állhat ez a győzelem? Hát mindenképpen nyilván rosszul kezdtük a szezont, de azt is tudni kell, és ezt a többi kollégám is elmondta a másik csapatoknál, hogy a hazai pályák nagyon erősek, nagyon nehéz idegenben nyerni. Nekünk az első 6 meccsünkből 4 meccs idegenben van, mindenképp kellett ez a győzelem nekünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Sok idő nincs az ünneplésre, hiszen szombaton a Honvéd ellen lép pályára a csapat. Ott milyen meccsre lehet számítani? Hát tudom, hogy nehéz meccs mérkőzésre. Most el is mondtuk a fiúknak az öltözőben, hogy nem nyugodhatunk meg, ugyanolyan keményen kell edzeni és dolgozni ezen a mérkőzésen is, és mindenképpen nyerni szeretnénk végre idegenben. 2 vereség után milyen lelki állapotban, milyen motivációval léptetek pályára a bajnok esélyesnek kikiáltott Veszprém ellen? Igen, sajnos az első 2 mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettünk volna játszani. Nem tudtuk megvalósítani őket, pedig keményen készültünk. Hát most ezt szerettük volna itthon kijavítani, ez volt az első hazai mérkőzésünk itthon, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is. A pályán belül milyen volt a meccs, hiszen az első 3/4 felváltva vezettek a csapatok, nem nagyon lehetett tudni, mi lesz a vége, aztán végül is egy magabiztos győzelem született. Kemény mérkőzés volt, először is gratulálnék a Veszprémnek, mert tényleg nagyon jól játszottak. Egy jó csapat, szerintem a egyik legesélyesebbek arra, hogy a végén győzhessenek. Szerencsére most mi jöttünk ki győztesen, úgyhogy megyünk tovább és megpróbálunk nyerni a következő mérkőzéseken is. Kosarat szerező, gondolom mindig jó triplát dobni, nagyon jó, 100. pontot szerezni győztes meccsen, nagyon jó. Mi ilyenkor a kötelessége egy játékosnak? Hát sajnos megnyertem egy tálcasört, úgyhogy ezt be kell hoznom majd az elkövetkezendő napokban. Következik ismét idegenbeli mérkőzés a Honvéd ellen, aztán sorra jönnek a meccsek. Ezután a győzelem után azért felszabadultabban léptek majd pályára? Igen, mindenképpen. Úgy érzem, hogy most átszakítottunk egy gátat, amit most meg kell lovagolnunk, ezt a hullámot, ami kijött belőle, és menni tovább. 3. győzelmét aratta a bajnokságban a Sényi futballcsapat. Az Imrő László, Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 5-re verte a Ceglédet.
Mindenféleképpen szerettük volna ezt a mérkőzést megnyerni, becsületesen felkészültünk a ceglédi csapatból, és úgy érzem, hogy sikerült is. Talán lehet azt mondani, hogy nem úgy kezdte a Sényi a bajnokságot, ahogy elvártátok. Sok döntetlen volt az elején. Minek köszönhető az, hogy most már az utóbbi meccseken jönnek a gólok? A helyzet kihasználásunk nagy mértékben feljavult. Igazából az a bajnokság elején is megvoltak a helyzeteink a mérkőzéseken. Valamiért ott nem mentek be, és most arra éltünk odáig, hogy most már bemennek. A bajnokság elején tartunk, még mindig benne az egyharmadánál vagyunk. Volt esetleg egy kis feszültség, hogy nem úgy jönnek az eredmények, vagy pedig tudtátok, hogy előbb-utóbb elindul a csapat? Egy nagyon pici feszültség volt, de hát én azt gondolom, hogy ez ilyenkor természetes. Nem jelentett egyébként túl nagy problémát az, hogy sokat döntetlen. A vereségek száma az vállalható, hiszen két vereségünk van, két élcsapat ellen, de nem volt feszültség olyan túl nagy. Tavaly jó szereplés követően a közönség részéről milyen az elvárás a mostani szezonban, és hogyan viszonyultak az eddigi szerepléshez? Hát nyilván a közönség ugye azért jön ki, hogy mindig győztes mérkőzésen lássa a csapatot. Teljesen jól viszonyulnak a mostani bajnokságban is a csapathoz a közönség. Talán a tavalyi szezonban igen, picit magasra tettük magunknak a mércét, de szeretnénk ezt megugrani ebben a szezonban is. 10 fordulót követően 3 győzelem előtt döntetlen és 2 vereséggel a 8. helyen áll a csapat az NB3 keleti csoportjában. Helyek közel elégedettek vagyunk az eddigi szerepléssel. A bajnokság elején a vezetőség, meg mi is azt a reális célt fogalmaztuk meg, hogy a helyezésünk egy számjegyű legyen. Ugye ez elég tág fogalom, de úgy gondolom a 8. hely az még pont benne van. 10 forduló után lehet már véleményt mondani arról, hogy mennyire erős ez a mostani NB3-as keleti csoport? Hát igen, ugye azt látni kell, hogy még saját bőrünkön tapasztalhatjuk hétről hétre, hogy szerintem az elmúlt évhez kb. Egy olyan 20%-ot erősödött a bajnokság, meg ugye minden hétvégén tényleg születnek olyan eredmények, hogy egyik csapat se mehet se otthon, se idegenbe, senki ellen biztosra. 7 forduló van még hátra az őszi szezonból, mi az elvárás? Szeretnénk még minél több pontot gyűjteni. Ugye a hivatalos őszi szezonból még van 5 mérkőzés, aztán november végén gyorsan kitavaszodik, és van 2 előrehozott mérkőzés, ugye, ahol szeretnénk minél több pontot gyűjteni ezeken a mérkőzéseken, ugye, mert tavasszal csak 13 mérkőzés lesz. Következő fordulóban az SMTK-hoz utazik a csapat, előttetek vannak a tabellán, egy győzelme meg is lehet őket előzni, milyen mese lehet számítani? Mindenképpen nehéz mérkőzésre számítunk, ugye az SMTK minden évben már elég régóta az élmezőnyhöz tartozik, most ugye ott vannak 2 előttünk, és igen, hogyha megvernénk őket, akkor helyet tudnánk cserélni. Az elmúlt 2 szezonban a Magyar Kupában is nagyon szépen szerepelt a csapat. Most a második körben az országos főtáblán már egy NB1-es csapatot, a Mezőkövesdet kaptátok. Készültök már rá? Igen, beszélgetjük már, ugye meg készülünk, ez majd október 30-a 00:30. Ugye a Mezőköves most nagyon jól szerepel NB2-ben, ugye a második helyezett, és az elmúlt éveket tekintve ugye már hagyomány Sényön a jó kupa szereplés. Hát próbálunk ennek eleget tenni, aztán meglátjuk, hogy mit lehet ebből majd kihozni. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 89-63-ra verte az Erte Fortis csapatát. Közel egy év kihagyás után játszottál ismét bajnoki meccset. Milyen volt újra a pályán élesben? Nyilván, aki kosárlabdázott, az tudja nagyon jó, hogy ez az érzés, ez mindig megmarad az emberben. Vannak már bizonyos korlátok, azért nyilván nem úgy bírom már ezt az egészet, illetve nem is úgy kezdtünk ennek neki, hogy ez lesz a vége, de nagyon sokan ugye elmentek, de ez a több sérülés is volt itt az év elején. Így megpróbáltuk, de nyilván ez nagyon jó érzés. Duplán bemutatkozás volt ez a meccs, egyrészt először játszottatok a zöld csoportban, másrészt ez volt az első bajnoki, 3/4 lehet azt mondani, hogy szoros volt a meccs, aztán végül meggyőző különbséggel győzött a csapat. Köszönhető ez talán annak is, hogy 6 hete nem játszottatok meccset. Nyilván ez is benne volt, hogy ugye utoljára felkészülési mérkőzések voltak. A junioroknak ugye van a bajnokságuk, de alapvetően ugye 5-en vagyunk, akik a NB1-ben tudnak csak szerepelni idén. Szerettünk volna edzőmérkőzést játszani, de ugye a többieknek, miután megvannak a mérkőzéseik, így nekik ez már sok lett volna, úgyhogy az előző hétvégét adta mérkőzés, az ugye elmaradt, úgyhogy igen, ez így most október közepén sikerült elkezdenünk a bajnokságot győzelemmel, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó dolog. Az elmúlt években már te voltál a legrutinosabb játékos a csapatban, de volt azért egy-két száj segéd most szinte, és hogy gyakorlatilag csak sokkal fiatalabbak vannak melletted, milyen így játszani, hogy gyakorlatilag az edzőjére segédnek hosszabbított keze is vagy a pályán.
Nyilván nehezebb, de azt gondolom, hogy kicsit másabb szerepet is töltök be, mint akár 2-3 éve, amikor ugye még a szülés előtt kosárlabdáztam. Ez mindemellett azt gondolom, hogy nagyon tehetségesek a fiatalok, és egyébként egy nagyon jó társaságot alkotunk. Lehet, hogy kicsit érdekesen hangzik, de azt gondolom, hogy le tudok süllyedni az ő szintjükre, tehát tudok én is gyerek lenni, mint azt gondolom minden felnőtt, úgyhogy azt gondolom, nagyon jól megértjük egymást. Ez alapvetően a pályán is kiszokott jönni, nyilván egy kicsit össze kell még szoktunk, mert valóban ilyen felállásban még sosem játszottunk, de előttünk a jövő. Az előző bajnokság, hogy a csapat bennmaradt a piros csoportban, saját döntés alapján indultatok a zöld csoportban egyel lejjebb. Itt mi lehet a cél? Nyilván azt gondoljuk, hogy itt azért több mérkőzést fogunk tudni nyerni, ahogy mondtad, nagyon fiatalok vagyunk, illetve ugye többen, hogy távoztak a csapattól, akár évközben is. Így ezért döntöttünk a zöld csoport mellett. Reméljük, hogy több mérkőzésen tudunk majd tényleg eredményesen szerepelni, mert azért a piros csoport az ugye nagyon erős, ott az NB1-es kluboknak a második csapata, illetve akár fizetett játékosok is szerepelnek nálunk, mindenki iskola mellett, illetve én nyilván munka mellett vállalom a játékot, és azért ez teljesen más. Következik egy idegenbeli meccs a Kislenk ellen, ott mire lehet számítani? Bízunk benne, hogy ott is győzni tudunk, mert nyilván azért Pesten egy utazás után valamivel nehezebb. Nem teljesen ismerjük azért nyilván a zöld csoportnak a csapatait, nézzük a csapatlistákat, de azért vannak itt is mindig ismeretlen nevek. Mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk, volt már fiatal csapatunk, foghíjas csapatunk is, de minden évben sikerült, azt gondolom, hogy tisztosan helyt állunk, akármilyen bajnokságban is szerepeltünk. Új otthonba költözött a Nyírbátori Karate Klub. A versenyzők a közelmúltban átadott közösségi központban kaptak egy jól felszerelt edzőtermet. Az egyesület elég jelentős múltra tekint vissza. Ez idáig különböző bérelt helyeken edzettünk. Most legutoljára a Nyírbátori Sportcsarnok egy kibővített folyosó részén. Hát az egyesület gyakorlatilag 96-ra nyúlik vissza, az egyesület akkor alakult, és azóta nagyon sok hazai és nemzetközi sikert értünk el. Valószínűleg ezeknek a sikereknek is köszönhető az, hogy a város megajándékozott bennünket ezzel a teremmel. Kik azok a versenyzők jelenleg, akikre a legbüszkébbek lehettek? Nagyon sok versenyző van, akikre büszkék vagyunk. Karcuk Zalán és Karcuk Donát, nagyon a két fiam. Nagyon sok Európa-bajnoki címet szedtek össze már eddig, Európa-bajnoki helyezést, és hát jön utánuk a feltörekvő nemzedék, a Jacina Marcel, a Papréka, a Kerezsi Csenge, ő most Prágában az ifjúsági Európa-bajnokságon második helyezést ért el, rá is nagyon büszkék vagyunk. Gerszmájer Patrik, Vince Nándor, nagyon sok ügyes és tehetséges gyerekünk van, bocsánat, ha valakit kifelejtettem közülük. Mennyire népszerű egyébként a sportág a városban, és milyen új távlatokat nyit meg ez az edzőterem? Én szerintem elég népszerű. A város nagyon sokat segít magában a népszerűsítésben is, és anyagi források terén is, pályázati lehetőségek terén is. Én úgy gondolom, hogy elég népszerű. Bár nagyon sok jó működő sportegyesület van a városban, tehát nagy a rivalizáció. Mindenki ugye szeretné megnyerni magának az ügyes és tehetséges gyerekeket, de mi nem csupán az ügyes és tehetséges gyerekeket várjuk, hanem mindenkit, aki szeretne egészséges életmódot élni, és szeretne értelmesen eltölteni a szabad idejét, egy jó közösséghez tartozni. Most ez tényleg új távlatokat nyit meg, mert tovább tudjuk bővíteni a csoportjainkat, többször tudunk edzeni, akár hétvégén is, vagy ünnepnapokon is, és ez nagyon fontos a felkészülés szempontjából. Így körülnézve nem kerülhetett kevés pénzbe rendezni ezt az edzőtermet, milyen forrásból tudtátok megoldani, és mennyit kellett ráfordítani? Az önkormányzat hozzásegített bennünket egy pályázati forráshoz, amit megpályáztunk, és úgy néz ki, hogy sikeres volt. Eddig itt, ahol tehát körülbelül olyan 2 millió környékén, két és fél millió környékén van, amit ráköltöttünk az edzőteremre. Győzelmekkel kezdte a bajnokságot a Sunshine Nyíkse Kovács Tibor együttes, a HEP kupában az Egert, a bajnokságban pedig a BKG Prima Akadémia csapatát múlta felül. Már kezd összeállni a csapatunk, és bizakodva álltunk a mérkőzés elé. Hozzátartozik a mérkőzés képéhez, hogy nem teljes csapattal jött el az Eger csapata.
volt egy-két hiányzójuk, betegség, illetve sérülés miatt is, de én azt gondolom, hogy ezt nem kell megmagyaráznunk, mert győztesen hagytuk el a játékteret. Az öröm, hogy mindenki kivette a részét a győzelemből, és így aránylag nagy különbség alakult ki a két csapat között, nem várt nagy különbség, amire részben büszkék is vagyunk. Ezeket a tapasztalatokat próbáljuk felhasználni a bajnoki mérkőzéseken is. Az első bajnoki meccsen a BKG Prima Akadémia ellen talán lehet azt mondani, hogy a nyíregyházi csapat volt az esélyesebb, és igazolódott is a papírforma. Igen, már több éve fetítások a debreceniek, ők is mikor milyen csapattal tudnak kiállni, az NB1-B-s csapatnak a második csapata ez igazából, a papírforma mi mellettünk szólt, ezt igazoltuk is, és itt is voltak jó periódusaink, de én azt gondolom ezen a mérkőzésen még több tanulnivalónk volt, akár csapatmorálban, akár taktikai dolgokban. A dobásbiztonságunk már kezd alakulni, ilyen szinten már biztosnak is mondható, de a csapatmorál és elsősorban én ezt emelném ki, ennek mindenféleképp javulnia kell. Mikorra várod az, hogy teljesen összeáll a csapat? Ugye azt szokták mondani, hogy igazából a bajnokság második felére, vagy inkább a harmadik harmadára kell, hogy tökéletesen működjön minden. Én bízom benne, hogy ez gyorsan megy majd. Több új játékos érkezett, akik erősítést jelentenek a csapatunk számára. Őket kell összegyúrnunk taktikailag is, csapatszinten is. Én azt gondolom, egy 2-3 forduló, és akkor ott már maximálisan arról beszélhetünk, hogy a lehető legjobbat tudjuk nyújtani. De már ezen a hétvégén is nagyon fontos mérkőzésünk lesz, úgyhogy nincs sok időnk arra, hogy összecsiszolódjunk. Az említett mérkőzés a Békés Csaba ellen idegenbeli találkozó. A hírek szerint a Békés Csaba is erősített. Milyen meccsre lehet számítani? Igen, ez az információ jutott el hozzánk is. Állítólag fel szeretnének jutni. Békés megyében szeretnének NB1-B-s csapatot, illetve pontosabban Békés Csabán. Ennek megfelelően erősítettek. Én úgy gondolom, eddig is nehéz meccseket játszottunk Békés Csabán, de ezzel együtt még nehezebb lesz. De a célunk az változatlan az, hogy szeretnénk győzni mindenféleképp. A realitás viszont nem feltétlen ezt mutatja, mert kiegyensúlyozott a két csapat, bízunk benne, hogy nekünk jön ki jobban a lépés. A kupában, a HEP kupában pedig a nyíregyházi együttes, a Hübner Nyíregyháza Blúsák lesz az ellenfél. Ilyenkor örülnek a játékosok, hogy egy helyi csapat magasabb osztályú csapat ellen játszanak, vagy picit is sajnáljátok azt, hogy nem olyan ellenfél jött, aki ellen nagyobb eséllyel lehetett volna pályára lépni. Inkább ez az utóbbi, kicsit sajnáljuk, hogy még egy körben nem tudtunk más ellenfél ellen bizonyítani esetlegesen. Mi maximálisan elismerjük a Blue Sharksnak a játékerejét, és főleg itt a mostani utóbbi mérkőzés együttött teljesítmény alapján ez bizakodásra adhat okot szerintem mindenkinek, hogy ilyen teljesítmény nyújtott a csapat. A realitás talaján maradva mi szeretnénk egy jó ellenfél lenni, ezt a mérkőzés is felhasználni arra, hogy építsük a csapatunkat és fejlődjünk, és egy olyan fajta mérkőzést játszani, ami mindkét fél számára megfelelő felkészülés, és elsősorban a bajnoki mérkőzésekre. A kiemelt bajnokságban szerepel az NKK 5-ös kadett fiúkos állada csapata, a Ferenczi Tamás által irányított együttes elsőként jutott a klub történetében a legjobbak közé. Azt a célt tűztük ki vele a csapat elé, hogy mindenféleképpen szeretnénk felkerülni a főtáblára, kiemelt bajnokságba játszani, hisz egyesületünk történetében még nem volt olyan csapat, aki ezt a célt elérte volna. Kettő fordulót játszottunk, ugye selejtező fordulót, az elsőt hazai pályán mi rendeztük meg. Kaposvár csapatától kikaptunk, de sikerült megvernünk a Paks és a Kecskeméti Akadémia B csapatát. A második fordulóban az ország egyik legmodernebb és legjobban felszerelt akadémiai pályára, Pécsre, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia pályájára utaztunk, úgynevezett Rád Géber Egyetem csapat ellen játszottunk. Az első mérkőzésen megvertük a Szombathelyi B csapatát, második mérkőzésen szinte a sírból hoztuk vissza, és sikerült 5 ponttal megverni a Veszprém csapatát, harmadik mérkőzésen kikaptunk a Rád Géber Akadémia csapatától, de a két győzelem elég volt ahhoz, hogy kivívjuk a helyünket a kiemelt csapatok között, és a kelet-magyarországi legjobb 8 csapat közé sikerült így bekerülnünk. Milyen erő
erősségűek, milyen minőséget képviselnek az ellenfelek, hiszen itt már akadémiai csapatokkal játszotok. Itt most már nagyon jó csapatokkal találkozunk, majdnem azt mondom, hogy szinte elképzelhető az is, hogy mérkőzésre fogunk nyerni, de úgy gondoljuk, hogy ezeken a mérkőzéseken rengeteget lehet a játékosoknak fejlődni, tapasztalatot szerezni. Ami az érdekesség, hogy a kelet-magyarországi régióban mindösszesen 3 kelet-magyarországi csapat vesz részt. Erre rendkívül büszkék vagyunk, hogy ebbe a 3 csapatba bekerültünk. A Debreceni Akadémia, a Kecskeméti Akadémia, aki a mi csoportunkban van, 4 budapesti akadémiával, illetve ami egy kicsit érdekes, hogy a Székesfehérvár csapatát is a kelet-magyarországi csoportba sorolták. Ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban legalábbis budapesti és Dunántúl az erősebb? Valóban így van, tehát nagyon sok dunántúli csapat van, illetve a pesti csapatok dominálnak. Sajnos ez tendencia az elmúlt években, hogy visszaesett a kelet-magyarországi csapatoknak a játék tudása, illetve az eredmény. Tehát ezért ennek fényében is nagyon nagy dolog, hogy mi egy iskolai csapat idáig jutottunk. Bízunk benne, hogy sikerül úgy dolgoznunk, hogy itt is megálljuk a helyünket, és a lehető legjobb mérkőzéseket próbáljuk játszani. A srácok hogyan élték meg azt, hogy gyakorlatilag szintet léptek, hiszen erősebb ellenfelekkel szemben játszanak, jobb csarnokokban, jobb körülmények között? Hát először is nagyon-nagyon boldogok voltak, amikor ezt sikerült kiharcolnunk. Én akkor elmondtam nekik azt, hogy mi fog rájuk várni. Ugye tavaly a regionális bajnokságban játszottunk, többször nyertünk, 20-30-40-50, nem volt ritka a 100 pontos különbség is, amikor mérkőzéseket nyertünk. Mondtam, hogy ez most valószínűleg meg fog majd fordulni. Olyan csapatokkal fogunk játszani, akiknek a gerincét korosztályos válogatott játékosok alkotják, és elképzelhető, hogy mi leszünk azok, akik ilyen arányú vereségeket szenvedünk. 2 mérkőzést játszottunk, látszik rajtuk, hogy nem esik nekik jól, nem ehhez vannak szokva, de még egyszer mondom, hogy ezekből a mérkőzésekből ők az egyéni játékos pályafutásuk szempontjából, mi a csapat szempontjából biztos, hogy hosszú távon csak profitálni tudunk. Tudtok emelni esetleg az edzésszámon, mert gondolom az akadémiai csapatok jobb körülmények között nagyobb edzésszámmal dolgoznak. Igen, azt nagyon jól látod, tehát a körülményeik is jobbak, illetve nagyobb az edzésszám, illetve a kiválasztás, amit mindenféleképpen említenem kell. Tehát jó pár akadémián nem csak a helyi gyerekeket, hanem a környékről vagy az ország más területéről visznek oda játékosokat. Mi ezt úgy próbáljuk kompenzálni, hogy heti 5 alkalommal edzünk, azért nekünk is kiválóak a körülményeink, tehát parkettás teremben tudunk edzeni, olyan teremben, mi a Vestik szakközépiskolában dolgozunk, ahol a edzéseink zavartalanok, és pluszban még a hétvégeken, amikor nincsenek mérkőzések, akkor Bráne Szavics edző kollégám vezetésével egyéni képzéseket tartunk a legtehetségesebb játékosainknak, és próbáljuk ezt a kialakult különbséget minél jobban csökkenteni. Az NKK-nál ez a legmagasabb korosztály, ez a szezon esetleg jó lehet arra, hogy valamelyik tehetséges gyerekre felfigyeljenek, akár a Nyíregyházi Sportcentrumnál, akár más csapatnál? Valóban így van, több gyerekre is felfigyeltek már. Amit ugye hallani lehet, az az, hogy Debrecen régiósan úgymond kiemelt akadémia lesz. A debreceni csapattól már több játékosunk iránt érdeklődtek. A játékosok itt, ha jó teljesítményt tudnak nyújtani, föl tudják magukra hívni a figyelmet, és 16 éves koruk után még magasabb szinten tudnak kosárlabdázni. Utánpótlásra is szükség van. Ennek a korosztálynak a szereplése segít abban, hogy esetleg a toborzásoknál tudjátok minél több gyereknek kedvet csinálni, vagy tudjátok minél több gyereknek kedvet csinálni ahhoz, hogy az NK kötődjön a folytassa pályafutását? Valóban ezt az eredményességet szeretnénk ezt meglovagolni, olyan szempontból, hogy az iskolában többször is voltunk toborozni. Ugye amit tudni kell, hogy mi egyetlen egy iskolában tudunk csak részt venni, egyetlen egy iskolában kaptunk lehetőséget arra, hogy játékosokat gyűjtsünk. Pont a ma délelőtt folyamán is voltam egy új edzéseszközzel bemutató órát tartani a gyerekeknek. Bízom benne, hogy minél több gyerek kedvet kap a kosárlabda iránt, és ezekhez a sikerekhez megpróbálok hasonló eredményeket elérni. Én szerencsés helyzetben vagyok, hisz az U12-es csapatban most 4 olyan gyermek is kosarazik a kezem alatt, akiknek a bátyai az U16-os csapatunknak a oszlopos tagjai. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!